Február 1-én véget ér a közel egy évet tartó felújítás és villamospótlás a Görgei Artúr úton. Az ezt megelőző napokban, január 28-a és 31-e között szerelik ki az ideglenes kitérőt és építik vissza a sineket, ezért a 14-es villamosok csak az Újpest Központ Munkásotthon utcai oldalán lévő megállóig járnak. A villamospótló buszok közlekedésében nem lesz változás. Február 1-től visszaáll a villamos eredeti üzemideje és követése is. Hétköznap újra az eddig megszokott három kocsis Tátra szerelvényekkel lehet majd utazni. A 12-es villamos munkanapokon jellemzően 15 perces követéssel reggel üzemkezdettől este 21 óráig jár majd, szombaton 6 óra és 21 óra között, vasárnap pedig 8 óra és 21 óra között 20 percenként közlekedik. A 12-es villamos üzemidejében a 170-es busszal lehet utazni, a villamos üzemidején kívül pedig a jelenleg is közlekedő 270-es járatot véglegesíti a BKK. A felújításnak köszönhetően a BKK előzetes tájékoztatása szerint az utazási idő irányonként 2-3 perccel csökken. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a korábbi Deák Ferenc és Korvin utcai megállók megszűntek. A két korábbi helyszín között a Kisernő utcánál kapott új megállót a két villamosvonal, de a napokban közlekedő pótlóbuszok is már itt állnak meg, a járműveken lévő utastájékoztatók szintén az új megálló nevét mondják be. A villamosok teljes vonalon történő elindulásával egy időben változni fog a 30-as, a 30-as A, a 230-as, a 104-es, a 104-es A, a 204-es és a 147-es autóbuszok menetrendje is. Újpest központ térségében több járat megálló helye visszakerül a korábbi helyére. Várhatóan a 122-es busz utasforgalma is változni fog február elejétől, ezért ezen a vonalon a korábbi üzemidővel és követéssel ismét csuklós járművek közlekednek majd.